Mindenekelőtt játszunk egy kicsit. Egyre nagyobb teret hódítanak ugyanis a felnőttek körében is a társas játékok. Erről beszélgettünk Boldizsár Magdolnával. Szia! Hát mi drusszák, akkor tulajdonképpen el is játszhatunk itt a következő percekben. Hát az túlzás, mert ez a legrövidebb játék, ez is negyed óra. Tényleg? Akkor sajnos a műsoridőnk nem teszi lehetővé, hogy belekezdjünk egy ilyen játékba. Viszont úgy tudom, hogy ti a Laborkaféban például egy remek helyszínt találtatok arra, hogy bármiféle társasjátékot játszatok? Pontosan, minden héten összeülünk, szombaton 4 órától, és akár kooperatív, vagy valami erősebb stratégia, vagy könnyebb parti játékok is előre megbeszéljük, és akkor játszunk egyet. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy mindenki hozza a kedvenc társasjátékait, pontosan. Vagy már ott a laborban is vannak esetleg? Már ott is vannak, már gyűjtögetjük őket, de mindenki hozza újdonságait, a kedvenceit, úgyhogy találunk társat a játékhoz, és együtt játszunk. Van-e olyan játék, ami mondjuk tényleg az ciki kategória, tehát azzal nem hozakodik elő senki, mondjuk egy kinevet a végén, vagy nem tudom, egy ilyen nagyon neoprimitív társasjáték? Aki már benne van a társasjáték világban, az a Monopoly, gazdálkodj okosan, vonulatot ezeket kerüli, mert a lopj és lép mechanizmus már régóta elavult. Ebben például nincs is dobókocka, sőt, ebben sem, meg ebben sem. Tényleg? Na, igen, hát akkor mesélj. Miről szólnak ezek a fajta társasjátékok, és mi van akkor, hogyha valaki mondjuk életében nem is hallott róla, az is veheti a bátorságot, hogy szombat délután 4 órakor rátok töri az ajtót? Persze, nyugodtan, mert hát a Dixitről hallottak a legtöbben, így a nem ebben a világban mozgó emberek, és az is van a laborban, úgyhogy igazából könnyebb játékok is vannak, bevezető társas játékok, hát a pandemik nem feltétlenül a legújoncabb emberkéknek való, viszont ebbe az a különlegesség, hogy kooperatív társas játék. Azért bontsuk már ki, a kollégáink így ráközelítenek, hogy mégis... Azt mondta, dobókocka nincs benne. Nincs. Hogy mi az, amire számíthat az, aki egy ilyen társasjátékot vesz, vagy egyáltalán megpróbál vele játszani. Én megmondom őszintén, én már akkor megijedek, amikor azt látom, hogy borzalmasan bonyolult ábrák és leírások, és túlságosan hosszú játékszabály. Sokszor olyankor a szülő például azt mondja, jaj, fiam, nekem erre nincs időm, vagy, és akkor visszavonul. De hát a gyerekek meg nyilvánvalóan, hogyha nem... A társasjáték ugye attól társasjáték, hogy valakivel kell játszani. Van olyan társasjáték, aminek 30 oldala használati útmutatója, a játékszabálya, de vannak azért persze rövidebbek is. Hát ez sem egyszerű, ahogy látom. Ezt is arrébb rakjuk. Egy picit, hát erre nem is készültünk, de itt most átrendezzük. Dekoráció akkor off, és akkor nézzük, hogy... Kis világtérképet. Aha. Ezt így kirakjuk. Ezt hányan szoktátok játszani? Na hát ez 4 fős játékra való. Hát igazából 5 is lehet, mert megvan hozzá a kiegészítő, amikor az egyikünk a bioterrorista, ő aki bomlasztja a közösséget. Mert ugye itt kooperatív társasjáték, ennek az a lényege, hogy együtt dolgozunk a játék ellen. És a játék többféleképpen tud nyerni, viszont mi csak egyféleképpen. Úgyhogy a vírusaink terjednek a világban, nekünk ezeket kezelni kell, a vírus kitöréseket, és meg kell találni mind a 4-nek az ellenszerét, sőt, 5-5-nek is. Teljesen ámulok itt az, hogy felnőtt embereknek van ideje ezzel foglalkozni? Tehát hát valamivel ki kell kapcsolódni. Közben helyet is foglalhatsz, Hogy néz ez ki gyakorlatban, illetve hát gondolom, hogy már az elmúlt években meg is tapasztaltad a jótékony hatását. Mit érzel akkor, amikor egy sikeres játékon túl vagytok? Hát felüdülés, jó a hangulat, akár hogyha vesztünk is a játékban, még akkor is közben jót beszélgetünk, jót gondolkodunk együtt, kitaláljuk, hogy milyen lenne a legjobb megoldás, mert pont ennek a játéknak az a lényeg, hogy együtt kommunikáljunk és találjunk meg a megfelelő utat ahhoz, hogy megnyerjük a játékot. Persze vannak olyan játékok, amiket egymás mellett játszunk, például a Hanami Kozsi is, ez 2 fős társas játék. Itt az a lényeg, hogy nem csak
ki kell gondolnod a lépésedet, hogy neked mi a legmegfelelőbb, hanem még az ellenség is, aki veled együtt játszik, hogy vajon ő mit lép meg. Kínálok egy kártyát, ő vesz, a maradék a tiéd. Aha. Abból kell gazdálkodnod. Mondtad, hogy te programozó vagy, tehát nyilvánvalóan egy ilyenfajta stratégiai játékban, vagy logikus gondolkodásban azért erősnek számít az. Hogyha valaki inkább mondjuk egy ilyen művészlélek, egy kicsit csapongó, vagy szétszórt, vagy tényleg talán soha nem próbálta, volt már ilyen játékos társad? Velük nehezebb együtt játszani? Volt, szerintem nem, mert ezek már annyira tematikusak, hogy bárkinek a szívét rabulejtik, mert ebben is gyönyörű lapok vannak, akár a Szentcsoriben is, neki gésákat kell hódítani. Aha. Úgyhogy fantasztikus. Tehát maga akkor igen. Ezek szerint már ezeknek a társasjátékoknak a tematikája így is különleges. Így van, mennek a tematikára, a játék mechanizmusra, próbálnak újdonságokat feltalálni, mert régen pár darab játék jelent meg évente, most már 2000 is simán megjelenik egy évben a Kickstarternek köszönhetően, tehát közösségi finanszírozású projekteknek köszönhetően, nem tudom, hogy itt nézők mennyire hallottak erről a szóról. És mindennek mondjuk megvannak az online verziói és ezeknek a játékoknak esetleg nem, lehet nem folytatni? Feltétlenül a Pandemicnek biztos, hogy van táblagépes verziója, úgyhogy akár még ez is ez a táblás játék, de még akár a előtte lévő alkalmazás is megtalálható PC-n, Androidon is, iOS-en is, stb. Helyen. Rá lehet erre úgy kattani, hogy túlzottan? Hogy érzed? Igen, rá lehet. Vannak olyan ismerőseim, akiknek több száz játéka van, és egy játék az azt mondom, hogy normálisan már 8000 forinttól feljebb a csillagos égig. Gyakorlatilag nem autóra gyűjt, hanem mondjuk akkor társasjátékra? Akár, igen. Viszont ez egy minőségi együttöltés, és azért jobb, mint hogyha a Android telefonon a mikrogémekre fizetjük külön-külön kis pár száz forintokat, azért ez maradandóbb, összehozza a társaságot, új embereket ismersz meg. Így van, meg azért mégiscsak van arra esély, hogy amikor éppen vége a játéknak, esetleg isztok egy teát, vagy megbeszélitek az élet apróceplő dolgait. Pontosan, szoktunk sütizni, múlt héten a Lutherte a házban voltunk, úgyhogy ott még forró csokitól kezdve mindent megittunk, ami volt. Szuper, hányan vagytok Nyíregyházán ebbe a csapatba, akik gyakorlatilag mondjuk tényleg a kemény magjai vagytok? A négyen-öten vagyunk. Akkor már nyitottak vagytok, gondolom újabb kapcsolatokra, igen, nyitottak vagyunk. Most jönni fog hozzánk egy új ismerős, volt kolléga, úgyhogy reméljük, és majd ő is hozza a bázisát, mert ahogy észrevettem Nyíregyházán, nem az van, hogy klubokban járunk, mint Debrecenben, hanem Pest, hanem külön-külön mindenkinek megvan a kis csoportja, és úgy együtt ülnek le, és így nem alakul ki egy nagyobb fős társaság, hanem mindig megállunk ennek a 4-5 főnél. Esetleg kellene szerveznetek valami fesztivált, meghívni más városok szintén kicsit már függő társasjáték őrültjeit esetleg? Igen, gondolkodunk, hogy hogyan lehetne ezt népszerűsíteni. Most létrehoztunk egy Instagram akkontot, úgyhogy... Hát reméljük, hogy mi itt a Weekendben is egy kicsit hozzájárultunk ahhoz, hogy akik éreznek magukban kedvet, már ha nem is a társasjátékozásra, de egy kicsit a kapcsolódásra, van, a jó szóra. Nyíregyháza lakosait. Így van, meg talán sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak ismerkedni, nincsenek igazándiból barátaik, hát itt a remek alkalom. Akkor akár már most szombat délután, Így van, hát most korábban kezdünk, most 2 órától lesz 7 óra, mert se nekem programom lesz, úgyhogy hamarabb kezdünk. Na, nem baj, de a lehetőség ott van és adott. Hát köszönjük szépen, egyszer elkukkantok én is, mert ez a gésás játék. Csak például. Nyugodtan. Teljesen. Még olcsó is, egyszerű játszani, tanítani is könnyű. Lassan most már én is rajta leszek a szeren. Köszönöm szépen.